Sziasztok, Adél vagyok. Ezen a héten azt a feladatot kaptuk, hogy valósítsunk meg valamit a bakancslistánkról. Mivel nekem a bakancslistámon csak egy dolog áll, az pedig az, hogy körbeutazzam a Földet, ezért választanom kellett valami másikat, mert ezt most nehezen tudnám levideózni nektek. Így hát, mivel nem tudok olyan jól sminkelni, ezért azt találtam ki, hogy egy videó alapján kisminkelem magam. Ide ki van pakolva mindenféle sminkcucc. Már sminkcuccom nagyon sok van, csak nem nagyon használom. De akkor kezdjünk neki. Hát ő valamiért nem az alapozással kezdi, de akkor én elkezdem azzal. Na ez az, amit soha nem szoktam használni. Szóval most megpróbálkozunk ezzel is, hogy sikerül. Ja, és kézzel kell, nem melecseteim sincsenek sok. Főleg, hogy nem otthon vagyok. Ja, és ez nem is alapozó, hanem BB krém. Nem tudok BB krémet használni. Vagy alapozót, vagy itt. Nem akarok úgy kinézni, mint azok a lányok, akiknek ideáig fekete az arcuk, itt lennek hófehérek. Na. Szerintem kész vagyok az alapozással. Nézzük, mit csinál a leányzó. És kiválasztott egy aranyszínű sminket. És, na, akkor én is kiválasztok egy aranyszínűt, és ide fogom kenni. Mert ő is oda keni. Mondjuk ezt itt. Egy darab ecsetem van, szóval majd ezt kell mindig ki. Mondjuk vannak ilyen kis polyocskák is, majd ezzel felteszem. Baj nem lehet belőle. Szétmaszatolja, szóval én szétmaszatolom ezzel a még tiszta ecsettel. Na, látjátok, ennyire értek hozzá. Most választott egy világosabbat, én is választok egy világosabb színt, és ide a szemöldököm alá. Felkenem. Hát eddig nagyon szuper. Olyan hasonló színt használ a lány, mint én fogok, mint ami nekem is van, és hasonló ecsetet. Szóval azt mutatta, hogy csak az egyik felét szabad be színezni az ecsetnek. Így, beszíneztem az egyik felét. És most megvárom, hogy hova kenni, mert azt nem néztem meg. Ide kenni. Na, milyen? Most már látszódik valami. Megcsinálom a másik szememet is. De kész vagyok. Közben az ablakból zavarnak. Mennyi nem. Következő lépés, a kedvenc lépésem. A szempillaspirál. Ez nekem azért jó, mert jó hosszúak a saját szempilláim is. És eltakarják azt, amit a sminkkel elrontottam a többi részével. Minden lány nyitogatja a száját, miközben festi a szempilláját, hát én is. Kész a szemem. Olyan dolgokat használom, amikről még soha nem is hallottam életemben. A pirosító. Na, nézzük. Ebből is hasonló színű van nekem. Igaz, hogy kevés van benne, de ezt nagyon szeretem. Ilyen kis barnás, barack színű, pirosas, nagyon-nagyon jó. És elhagytam az ecsetemet, ami hozzá van. Ja, nem itt van. Bum-bum. Na, én ezt úgy hallottam múltkor fotózás előtt, hogy ide valahogy így kell, de lehet, hogy rosszul csinálom. Vagy nem? Ezért nem szoktam kifesteni magam, nem akarok úgy kinézni, mint egy bohóc. Fú, de... Azt nem tudom miért most, hogy a végén, de akkor mi is használunk valamit. Ja, ide! Szóval, ez a két rúzs közül lehet választani. Szerintem most ez lesz a nyerő. A rózsaszín az most már túl barbisehez a sminkhez. Ezzel meg lehet, hogy túl bohócos leszek, de nem baj. Nem ecsettel kenem fel, mert a saját rúzsom. Pedig a lány úgy csinálja. Hm,
kész vagyok. Remélem nem nézek ki, mint egy bohóc. De hát mégsem tudtam azt levideózni, hogy körbeutazom éppen a földet. Akkor nem érnék oda hétvégén a programokra. De egy kicsit úgy nézek ki, mint egy bohóc. Pont olyan, amire gondoltam. Nem valami jó. Sőt, tükörben sem jó. De nem baj. Most nem megyek ki utcára egy darabig. Kész vagyok. Legközelebb azt hozom el nektek videón, hogy körbeutazom a földet. Sziasztok!